szeretnénk kezdeni, hogy nagyon jól játszott a csapatom. 2-0-ról tudtunk fordítani, tudtam, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk, mert a Karancsalja Smelkukára keze alatt kezd kupálódni, és látszik rajta a keze munkája. Próbálták kontrára játszani, amit 10 perc alatt le is rendeztek, egykörű focista játékosom, Uporka Ricsi gyönyörű szép gólt rúgott, és utána kezdtünk csak fölébredni. Hál' Istennek tudtunk fordítani nagyszerű játékkal, és a egyéni játékban sokkal jobbak voltunk, mindig középpályán erőlétben is jobbak voltunk. Hál' Istennek ki is jött a kettő közti különbség. Tehát azt tudom mondani ezzel, hogy megérdemelten győztünk. Szerintem tudom azt, hogy pár csapat, vagy egy csapat kicsit haragszik ránk, hogy megy egyes játékosokkal játszunk, de a szabály adta lehetőséggel élünk. Ezek nem azért játszanak lent, hogy megy a hármat nyerjük meg, hanem azért, hogy játékban legyenek, és ő nekik a megy egyes csapatban kell játszaniuk mindenféleképpen, de azért van ez, hogy játékban legyenek elsősorban. Úgyhogy gratulálok is Verko Karcsinak, nagyszerű gárdát hoz össze, látszik a keze munkája, további sok sikert kívánok nekik, és gratulálok a csapatomnak a fordítását. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, sikerült 2-0-ra vezetnünk. Lehet, hogy minket ijesztett meg jobban, hogy mi vezettünk 2-0-ra, de aztán szép fokozatosan följött a Máta terenje. Jól kivitték a szélekre a játékot, a beadásaik mind veszélyesek voltak. Én azért úgy gondolom, hogy azért elkerültő gólokat kaptunk. 3-2-es állásnál én úgy gondolom, hogy egy véleményes 11-est a játékvezető elfelejtett számunkra megadni. Szerintem a Poporka Ricsi belépett a védő elé, szerintem hátulról föllökte. Tehát nem volt azonos testhelyzet, tehát hátulról föllökte. Én azt gondolom, hogy 11-es volt. De hát ilyen a futball. Sajnos azt viszont el kell ismernem, hogy egy jobb csapattól kaptunk ki. Gondolok itt a Miklós Martin, Kotrocó Robi, az Adorján Zalán. Tehát ezek mind olyan játékosok, akik sokkal magasabb osztályban is bármikor hely tudnának állni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem volt szégyen ez a vereség. Bár a mérkőzés elején mutatott kép bizakodásra adott okot, de ettől függetlenül megdicsérem minden játékosomat, tették a dolgokat, csúsztak, másztak, a végén sajnos elfáradtunk. Ezt elmondtam meccs előtt is, hogy ha nem lesz nálunk a labda, akkor fel fognak őrölni. Sajnos a második fél idő már így zajlott. Volt egy szerencsétlen kiállítás, ami teljesen jogos volt, 10 emberre fogyatkoztunk, úgyhogy csak gratuláltok a Máta terenjének. Nyilván előttünk járnak játékba, szervezettségbe, financiálisan biztosan, de mi dolgozunk tovább, és megpróbálunk a hátralévő 13 mérkőzésen, megpróbáljuk bebizonyítani azt, hogy igenis, hogy ebbe a bajnokságba az első 6-ban ott van a helyünk.